Milyen adományt osztanak most a déli Külváros utcáiban? Mi keresztény hithez tartozunk, Jézus követői vagyunk. Úgy gondoltuk, ez jött ez az ötlet én nekem, és megkerestem a keresztény testvéremet, hogy segítsünk azokon, akiknek nincsen. És úgy gondoltam, hogy ha végigjárjuk a szegényeket, akkor azoknak tudunk segíteni, akiknek még jobban nincsen. És akik úgy gondolták, hogy tudnak adni egy kis összeget, amennyivel hozzá tudnak járulni, mert elmondtuk mindenkinek, hogy hogy akarunk segíteni, ők segítettek nekünk. Olyan téren, hogy a többieknek. Ez a felekezet, aki itt van a Dél-Külvároson, úgy gondoltunk, hogy mi szeretnénk segíteni a többén, akinek nincsen. És elmondtuk, akitől szedtük össze, és nagyon szívesen segítettek. Ki mennyivel? Ahogy tudtak. És akkor most első nap hány mázsa szenet tudnak szétosztani? Most 28, közel 30 mázsát. Hát de tovább nem is tudunk menni, az az igazság, mert annyira nagy a szegénység, hogy már úgy néz ki, hogy az emberek eleve nem is tudnak adni. Mert így is úgy tudták mondani, hogy az a pár száz forintot, egy-két száz forintot, amit itt adnak nekünk, így is azt mondták, hogy ennyivel tudnak hozzájárulni. Mert van, akinek még mi az összeszedett pénzből akartunk visszaadni, mert nem volt neki még az se, hogy 300-400 forintja volt, de még iratott 100 forintot belőle. Hány családnak tudnak most segíteni? Most 28-nak. 28-nak jössz vissza. És akkor tervezik még, hogy gyűjtenek, vagy megpróbálnak gyűjteni, és még segíteni, hiszen mondta, hogy nagyon sok itt a szegény ember. Nagyon sok. És szeretnénk gyűjteni, de az az igazság, hogy itt már, ha csak fel nem szólítanak azok az emberek, akik még nem adtak, akkor tudunk szedni, de itt már a szegényektől nem nagyon tudunk. Az az igazság. És most így, hogy mennek az utcáról utcára, jelentkeznek önöknél, vagy önök tudják, hogy ki az, akinek segíteni kell? Mi tudjuk, mert házakról házakra járkálunk, ismerjük egymást, és ez legyen példa mindenkinek, hogy a lakó környezetében csak azt tud segíteni, aki közvetlen tudja a másiknak a szegénységét. És ha akar, tudjon, ha akar, akkor segítsen. Ne úgy, hogy odaadjuk a pénzt annak, aki nem tudja, hogy kinek adja, mert mi közvetlen tudjuk, és járjuk egymást. És tudjuk, hogy ki van rászorulva, ki nincs. Örül ennek a segítségnek? Hát nagyon, nagyon örülök. És nagyon szépen köszönöm, mert azért jól esik. Most kerültem ide, de ez még nem volt nálunk. De nagyon jól esett. Nagyon szépen köszönöm. És ez most akkor egy pár napra segít az ön gondjain? Igen. Igen. Hiszen beteg kislányom van. És egyébként tudott tűzifát vásárolni? Mivel tüzelnek? Tudtunk tűzifát. Tehát pótol a szén is hozzá. Úgyhogy nagyon, nagyon jó. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek. Az önkormányzat nevébe is, kisebbségnek, amit most kaptunk. És akkor hányan élnek itt, vagy mennyi fel tudtak vásárolni? Tehát apránként vásárolják, ahogy pénzük van, vagy egyszerre többet tudtak megvenni? Hát most többet tudtunk megvenni, hát több mint 5 mázsát, az 15 ezer forint volt, és most pótol a szén is hozzá, úgyhogy lesz tüzelünk. Önnek is most szóltak, hogy visznek egy pár talicska szenet, örül most ennek? Hát hogy ne örülnék. Sokan vagyunk, mink is. Mindegyesibe elkapják a pénzt. Hát a kis 20 ezeket kapták eddig, most mentek el a 41.000 forintra. Majd meghalunk éhen, azt kell mondani. De valahol adjuk az egész pénzt. Beteg vagyok, szívbeteg. És hányan laknak ott abban a... Vagyunk öten. Egyik iskolába jár, iskolai pénzt kap, a másik meg megyen a közhasznúhoz. Meg a víztársulatnában, az egész gyerekem. Azt kapnak 47.000, mert nincs a lágyuk. És akkor téli tüzelőt tudtak vásárolni? Hát vásároltunk, kaptunk lisztet, ezt, azt, Mici adta, azt, ahol egy kis krumplit vettünk a szájába. Akkor most... Elvagyunk. Akkor most ez segítség önöknek, ez a szél, amit kapnak? Na, mit kapunk ingyen, a minden jó.